Zászló felvonással, koszorúzással és kulturális műsorokkal emlékeztek meg a városban az 1956-os forradalom és szabadságharcról. Balogh László polgármester ünnepi beszédében a magyarok szabadság iránti törhetetlen vágyát és az ezért hozott áldozatok dicsőségét hangsúlyozta. Az ünnepség sorozat hétfőn reggel indult a Deák téren, ahol a nagykanizsai fúvószenekar kíséretében zajlott a zászló felvonás. A résztvevők ezután az 56-os emlékkertbe vonultak, itt számos kanizsai szervezet helyezte el az emlékezés koszorúját. A műsor a Medgyeszői házban folytatódott, ahol beszédében Balogh László hangsúlyozta azt az áldozatot, amit az akkori bátor, harcrakész emberek meghoztak a saját és honfitársai szabadságáért. Szemben a puskával, a vitófa árnyékával és az AVH körömszaggató fájdalmával könnyűnek találtatott minden, mi nem a nemzet szabadság. Mert a nagy cél, a világot mozgató álom és a jövőt építő szándék áldozatot követel. Nincs béke lemondás nélkül, nincs határ a határtalan nélkül, nincs erkölcs az abszolút igazsága nélkül, nincs tett áldozat nélkül. A polgármester továbbá kiemelte, nem méltó a szabadságra az, ki nem tiszteli elődeit, nem áll ki magáért és nemzetéért, hanem elkényelmesedve várja, hogy mások helyette harcoljanak. Aki nem küzd meg önmagáért, nem harcolja ki az igazát, a szabadságát, aki nem emlékezik a hőseire, annak jussa és sorsa csak a mozdulatlan, kizökkent idő kárhozata. De mi most István vagyunk, az akarat, mi most a 48-asok vagyunk, a nemzet, de legfőként mi most az 56-osok vagyunk, a szabadság. Ma szabaddá lehetünk a múlttal, az ezredéves álommal, ma emberré válhatunk a vadságban, bátorrá a gyávaságban. A polgármesteri beszéd után a délelőtti emlékezés utolsó felvonása az Imre Sándor Szeretett Színház tagjai által előadott Törött szárnyú madár című színdarab volt. A nap végén az ünnepség záróakkordjaként fáklyás felvonulás indult a Kossuth térről az 56-os emlékkertig, majd az Erzsébet térre érkezve zárult a megemlékezés.